Autóval és kerékpárral is kellett szlalomozni a Közlekedik a család című vetélkedőn hétvégén. A rendőrség által szervezett családi játék idén 10 éves, és szombaton Győrben tartották a megyei fordulót. 7 számmal készültünk egyébként a családoknak. Ebbe van kressz teszt, van bűnmegelőzési teszt, ilyen egészségügyi tesztet kell kitölteni, valamint az apuka vagy anyuka, aki B-kategóriával rendelkezik, itt a mögöttem lévő Skodával kell majd egy ilyen ügyességi pályán végigmennie. A valamelyik gyermeknek kerékpároznia kell egy ilyen kerékpáros pályán, ezen túl egy részek szemüveges feladat van, azt hiszem ez egy nagyon ötletes kis feladat, és nagyon élvezik a családok, valamint egy ilyen kressz kocka kirakó, amiből egy kressz táblát kell kirakni, és meg kell mondani, hogy mi a neve a kressz szerint ennek a táblának. Ezekre adjuk mi a pontokat, ez a 7 feladat van, és ebből kerül majd ki a mai nyertes. A vetélkedőre idén rekordszámú 44 család jelentkezett, akik egész délelőtt versenyeztek. Az egyik legnehezebb feladat a jogosítvánnyal rendelkező szülőknek jutott. Szalamozni kellett bólyák között, visszatolatni és tolatva szalamozni, ami egy kicsit nehéz volt. Amúgy érdekes pálya. Mennyi idő alatt sikerült teljesíteni? Hát 2:05 perc alatt, de volt verőhibám, úgyhogy így 3:05 lett az eredmény. Ez jó időnek számít? Mit mondtak itt? Hát eddig igen, aztán majd meglátjuk. Miért jelentkeztek és hány fős az önök családja? 4 vagyunk a családba, és kíváncsiságból, meg a fiúk most tették le a kismotor jogosítványt, és innen is tudtuk ezt a rendezvényt. A részek szemüveges feladat volt az egyik kedvenc, bár sok könnyűnek tűnő megmérettetés volt, nem ártott készülni. Egy kicsit nehezek, de rendesen meg lehet őket csinálni. Reméljük, jól sikerülnek. A Totóna Farkas család sokat törte a fejét, bár ők is nyerni jöttek, ki akarták próbálni, hogyan tud együtt dolgozni a családjuk. Voltak benne igen rafinált kérdések, amin azért úgy el kellett gondolkodni, de hát bízunk benne, hogy sikerült. Itt a feladatok közül melyik tűnik a legizgalmasabbnak, vagy melyiket fogják szerinted a gyerekek a legjobban élvezni? Hát mindenképpen én azt gondolom, hogy ez a biciklis pálya, ez nagyon izgalmas lesz, apának izgalmas lesz ez az autós, úgyhogy én meg a lelkes szurkoló tábor leszek. Az első helyezett a Trompos család lett, akik egy 60 000 forint értékű utalványt nyertek, és tovább jutottak az országos döntőbe, amit Veszprém mellett Győrben szerveznek majd augusztus végén, és ahol egy új autóért szállnak harcba a csapatok.